A vizes blokkok és a szobák beosztása biztosan megváltozik a sátoraljaújhelyi idősek otthonában. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője a napokban kapta meg az értesítést, az új Széchenyi programból támogatást nyertek az idősek otthonának teljes felújítására. Több mint 60 lakója van jelenleg az intézménynek, és sok jelentkező vár a megüresedett helyekre. Ez is igazolja, szükség van az épület felújítására. Hangsúlyozta a köveshegyi sajtótájékoztatón Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Hát itt bizony nekünk kötelességünk, hogy az idős polgárokkal Zemplénben, Sátoraljóhelyben is foglalkozzunk, akik nem tudnak családhoz elmenni, idősebb korukat eltölteni. Éppen ezért volt fontos, hogy a minisztériumok, illetve a miniszterelnöki hivatal meghallgatta az érveinket, és végül is hosszas lobbizás után sikerült ezt a pályázatot megnyerni. Az intézmény egyszerre két pályázatot valósít meg a következő egy évben. A rekonstrukciós pályázat előtt egy energetikai korszerűsítési támogatást is elnyert az otthon. 96 millió forintból a ház teljes fűtéskorszerűsítését végzik el, pelletkazán és napkollektor beüzemelését, külső homlokzatszigetelést terveznek. Míg a rekonstrukciós pályázatból az otthon belső átalakítását és férőhely bővítéssel egybekötött felújítását végzik el. Belső átalakítások történnek, zömébe kétágyas lakószobák lesznek, lakószobához tartozó vizes blokkal, a hiányzó szolgáltatások és helyiségek megvalósulhatnak, tehát lesz imaterem, tornaszoba, foglalkoztató helyiség, számtalan olyan új lehetőséget ad majd az intézményben élőknek, amire eddig a szűkösség miatt nem volt lehetőség. A város polgármestere szerint szerencsés helyzet az, hogy a két pályázatot egy időben nyert el a város, így az épület egyszerre újul meg kívül és belül, ezzel pedig valamennyi önkormányzati szociális intézmény felújítása megtörténik. Azt tudom mondani, hogy ha ez a beruházás befejeződik, akkor azért egy-két évtizedig talán nem kell foglalkoznunk ezekkel az intézményekkel építészeti szempontból, felújítás kapcsán, mert hogy rendben lesznek. És ez egy nagyon jó dolog, mert ez több intézményt jelent, több épületet jelent, egy szektorát jelenti a városnak, és erre azt tudjuk mondani, hogy most ebből a pillanatban rendben van. Milyen jó lenne, hogyha az iskolák esetében, az óvodák esetében és a többi közintézmény esetében el tudnánk jutni erre a szintre. A közel egy éves felújítás ideje alatt az otthon a jelenleg üres középiskolai kollégiumba, az egykori zójába költözik át.